A magyar válogatott 16 fővel érkezett a szerb fővárosba, ahol a Papp József szövetségi kapitány által vezetett csapat 13-ként húzta ki a szektoron belüli helyeket, mely alapján az A-ban Gazdag Zoltán, Roskó Péter, a B-ben Banka Pál és Gerencsér Gábor, míg a C-szektorban Győri Mihály és Halász Attila foglalta el a helyét. 72 órás a verseny. A verseny előtt 2 órával foglalhatják el a szektorukat, van 2 óra felkészülés idejük, utána indul a horgászati idő. Párosonként 2 bot használható horgászatra, használható 2 bot etetésre, és használható még plusz 2 bot markerezésre, használhatók műcsalik és természetes eredetű csalik. Etetőnk mennyisége az egy a szabályzat szerint 200 kg, amit be szabad vinni a szektorba. A korábbi edzések tapasztalatai alapján kiderült, hogy ezen a VB-n nem lesz sok hal, de azt, hogy még kapásban is ennyire gyenge legyen a verseny, senki sem gondolta. Röviden el lehet mondani, hogy haltalan a víz, pontosabban nagyon kevés hal tartozkodik a vízbe ennyi versenyző számára, ezáltal nagyon nehéz aragra csalni egy-egy példányt. Nincs a vízben hal. Az előbb mondta a szövetségi kapitányunk, hogy a Matteolival beszélt, a FIPSZED vezetőjével, 1 tonna halat raktak bele a szerbek, és előtte valószínűleg nem volt benne 1-2 halon kívül, mert 2 őshonos halat fogtak, egyet az ukránok, egyet az angolok, és csak ezeket a 2-3 kilós halakat fogták elvétve. Talán ha 100 darab hal lehet az egész vízbe. Ez a világbajnokság nem a halakról szól, hanem az idegekről szól. Tehát itt nagyon ott kell lenni mentálisan, ez valóban így van, hogy még a 48. óra után is, mikor még kapásig nem jutottunk el, még mindig kitartás legyen a fiúkba. A horvát csapat pontosan tudta, hogy a szávatóban kevés a hal. Ám azon kevesek közé tartozik a válogatott, akiknek fél időig összesen 3 halat mégis sikerült kifogniuk. A szektor. Imamo dvije ribe i trenutno smo drugi u ukupnom poredku u ovom sektoru. U druga dva sektora imamo jednu ribu i u jednom sektoru, to jest u B sektoru, smo prvi sa jednom ribom. Trenutno za sada. U C sektoru smo bez upisa. A fél időben a litvánok, az angolok, a horvátok és még néhány csapat sikeres volt ugyan, ám azért a verseny túlnyomó részében azt láthattuk, hogy a 324 bot mozdulatlan a parton. A legidegörlőbb dolog, hogy itt ülünk most már több mint 48 órája, és csak nézünk magunk elé, próbálkozunk. Ez egy ilyen furcsa kettősség, se nem tudunk dolgozni, de azért nyugtunk sincsen, mert hiszen próbálkozunk mindennel, ami csak lehet. Mindig másféle előkéket kötünk, hosszabb, rövidebb, másfajta előke zsinórból, kisebb horog, nagyobb horog, csalikat variáljuk. Éjszaka nagyjából megbeszéljük már sötételéskor, hogy na, mi lesz az éjszakai irányvonal. Próbálunk mindig valami mást kitalálni, hogy hát ha ez meghozza halad, de eddig nem sikerült. A 72 órás verseny utolsó óráiban sem történt változás. A C-szektorban még csak kapás sem volt. Hát rajtunk kívül még ebbe a szektorba 12 csapat nem fogott halat. Kapásig nem jutott. Nem az volt, hogy kapása van és a hínárba leakadt, vagy beakadt a szerelék, nem. Kapásig nem jutott el senki. Ezen a világversenyen a magyar válogatott több más csapattal együtt nem tudott halat fogni, ami tetézett a pálya alkalmatlansága és a verseny szervezetlensége is. Az oroszok vannak mellettünk, és feltett kézzel látunk itt, amikor a beúztak közénk, a kajakosok jöttek. Tehát tényleg olyan dolgok történtek, és nem csak itt, tehát láttuk itt a pálya további részén is, volt ilyen átúszás innen osonnan is. Tehát ezek, azt gondolom, ez őrület, hogy egy versenypályán ezekkel kell szembesülnünk. Nedostatak riblik fonda, određen takmičarima ljudi ulazili u vodu, znači u njihove sektore, kupali se, pa gdje su se po vodi vozili. S ovim kajacima. Samoj organizaciji svjetskog prvenstva ne priliči. Dragan Bošković, a Szerb Horgász Szövetség elnöke, a világbajnokság szervezője elfoglaltságára hivatkozva nem nyilatkozott. A verseny végén Claudio Matteoli, a FIPSZED elnöke ugyancsak elmondta, hogy kevés hal volt a vízben, ám hozzátette, hogy fogás volt, és hogy a horgászat ilyen. A szervezésről záró beszédében nem tett említést. A belgrádi pontyfogó világbajnokságon csapatversenyben 3. helyen végzett Anglia, 2. Horvátország és 1. Ukrajna lett. A párosok közül a legjobbnak a litvánok bizonyultak, őket követi az ukrán páros, majd az angolok 2 versenyzője. A 21. pontyfogó
labdarúgó világbajnokságot 2019-ben a Dél-afrikai Köztársaságban rendezik meg, ahol bízunk benne, hogy egy jobban szervezett és halban gazdagabb versenyben lesz majd részünk.